Nagy erőkkel vonultak a tűzoltók július 14-én vasárnap reggel 9 óra környékén. A Szentetornyai Kisernő utcai tűzesethez riasztották a katasztrófa védelem munkatársait. Biztonsági okokból rövidesen több mentőautó és egy mentőhelikopter is érkezett a helyszínre. Mint utólag kiderült, nem kellett sérültet ellátniuk. A Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság úgy tájékoztatott, a város hivatásos tűzoltóságának több egysége indult a helyszínre. A rajok gyors beavatkozó sugarakkal oltották a lángokat, a házból kivittek két gázpalackot is. Az épületben berendezési tárgyak égtek, a tűzoltók megfékezték a lángokat. Az ingatlan tulajdonosa kérte, nem mutassuk az arcát, de stábunknak szomorúan elmondta, vélhetően elektromos tűz keletkezett, egy konyhai berendezés okozhatta a tüzet. Egy helyiség az totálkáros, tehát a konyha az totálkáros. Igazából a többi helyiség az ilyen korom, tehát tűznyomok. Igazából a reggetek, tehát az összes nyílászáró az elpusztult az oltás folyamán. Tetőszerkezet, meg szerkezet nem sérült. Ő, a felesége és két lányuk nem tartózkodtak otthon, így személyi sérülés szerencsére nem történt. Az anyagi kár jelentős, nem rendelkezett biztosítással az ingatlan.